Őszgulyás főtt abban az üstben, melyből a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ nyugdíjas klubja vendégelte meg tagságát a csapatépítő délutánjukon. Az önkormányzattól kapott alapanyag különösen egészséges, hiszen a vadon élő állatok zsírban szegények, magas tápértékkel. Az elkészítése különleges odafigyelést igényel, a szépkorú szakácsok azonban már ebben is tapasztaltak, és ismerik a kellő praktikákat. A Kossuth Lajos Művelődési Központ nyugdíjas klubja egy jó hangulatú társaság, akihez mindig élmény és öröm eljönni, hiszen csupa vidám emberrel találkozunk. És hogyha mögé nézünk a munkának, amit végeznek, nem is munkának mondanám ezt, hanem attól sokkal szebbnek és jobbnak, az évem nagyon sok rendezvényük volt, kirándulásaik voltak, városnézéseik voltak, szalonasütésük volt, kellemes, hasznos időtöltés, és a rendszeres találkozók, és még nem is múlt időben kéne mondanom, hiszen még július van, úgyhogy még az éve jó része hátra van, még biztos, hogy nagyon-nagyon sok programban lesz részünk azoknak, akik ehhez a klubhoz tartoznak. Én csak azt tudom mondani, hogy még 100 évig legalább így működjön a nyugdíjas klub, és azokkal a klubtagokkal, akik itt vannak most is ezen a rendezvényen. A nyugdíjas klub igyekezik aktív közös időtöltésre ösztönözni a tagságát. Nagyon kellemes az én számomra, mivel a forgálás terül megtisztelt bennünket, mert még ebbe az évben nem igen találkoztunk, mert nem volt úgy rá lehetőség. Tehát vagyunk, 28-an vagyunk, és általában elég sokat megyünk kirándulni, elég sokat megyünk, voltunk fürödni. A Eger gyöngyös látogatás volt Egerbe a múzeum, vagyis a várlátogatás, gyöngyösen városnézés, akkor voltunk Hajdúszoboszlón csoporttal fürödni, akkor Pesten a Budapesti Színházba, az Operett Színházba szintén műsort ott néztük meg. Az ilyen egyesületekben és klubokban való részvétel jó hatással van az időskorúak egészségére, hiszen sokban hozzájárul az elmagányosodás elleni küzdelemhez.